Megindító dallamokkal köszöntötte a megyei kórházak dolgozóit a Kántémusz vegyes kar a Semmelweis nap alkalmából. Az ünnepnek korábban a megyeháza adott otthont, idén azonban rendhagyó módon a Kodály Zoltán általános iskola hangversenytermében tartották az eseményt. Más ez a nap nyilvánvalóan, mint az elmúlt években. Sezták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke megköszönte a megyei egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját, akik emberségből, hivatásból mutattak példát a világjárvány idején. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere elmondta, nagy veszteségeket hoztak az elmúlt hónapok, melyek felhívták a figyelmet az egészségügy fontos szerepére. Szűcs Attila orvosigazgató kiemelte, Semmelweis Ignác tanítása volt, hogy a szakmai érvek ismeretében merjünk megfontoltan változtatni. Hozzátette, munkásságának sosem volt akkora üzenete, mint az elmúlt egy évben. Ez egy hihetetlen nehéz év volt. Ahogy említettem is, mindenkire szükség volt. Újabb és újabb feladatokat, problémákat kellett megoldanunk. Időnként improvizálnunk kellett. A nem szokványos helyzetekben sokszor nem szokványos megoldásokat kellett bevezetnünk, alkalmaznunk. Az orvosok, az ápolók, az átlagosan sokkal többet dolgoztak, sokkal több volt az ügyelet, sokkal több volt a túlteljesített műszak, mint a békeidőkben. Ez óriási feladat volt. Állandóan futottunk előre, újabb és újabb COVID általános és COVID intenzív részlegeket alakítottunk ki. Szondi Zita főigazgató köszönetet mondott az egészségügyben dolgozók mellett, azok családtagjainak is a kitartásért. A Semmelweis nap hagyományosan egy díjátadó, amikor kitüntetjük azokat a dolgozóinkat, akik kiemelkedőt teljesítettek. Az elmúlt hónapokban ettől sokkal többre volt szükség, és sokkal nagyobb kitartással, sokkal nagyobb elhivatottsággal kellett dolgozni ahhoz, hogy ezt a mai ünnepséget meg tudjuk rendezni, és a járvány elleni harcban eredményt tudjunk elérni. A mai napon is orvosokat, háttérszolgáltatásban dolgozókat, illetve ápolókat tüntetünk ki. Kiemelten azokat, akik vezetőként vettek részt a munka szervezésében, mint egy szimbolikusan a szervezeti egységeket is elismerve. Az eseményen 10 elismerő oklevelet, 32-en pedig kitüntetést vehettek át. Köztük dr. Farszki Éva tüdőgyógyász főorvos, aki 40 éve a pulmonológiai osztály munkatársa. Lassan áll helyre az élet. Mi a pulmonológiai osztályon dolgozunk, és azt hiszem, hogy nekünk most megint egy új kihívást jelent ez, hiszen a post-covid állapotok túlnyomó része tüdőgyulladással jár, légzési elégtelenséggel, és ezeknek a betegeknek az ellátása most a feladatunk. De ez nem csak a pulmonológiát érinti, hanem minden egyéb társszakmába jelentkezek. Ezek a vírus utáni nehéz, úgynevezett post-covid szindrómás tünetek. Pap Judit is kitüntetett volt, elmondta, munkatársainak is köszönheti, és az ő nevükben veszi át az elismerést. Ez egy nagyon nagy tanulási időszak volt ez mindannyiunk számára. Azt gondolom, hogy mind szakmai, mind emberi oldalról. Én nagyon sok pozitívumát látom, és nem csak én, hanem ezt a hétköznapi kommunikáció során a dolgozóktól is megerősítést kapok erre, hogy mind szélesebb lett a látókörük, mind inkább meg tudnak birkózni a kihívásokkal, szakmailag nagyon sokat fejlődtek, és mondhatom azt, hogy most tanultak meg igazán csapatban dolgozni, mert egyik pillanatról a másikra kellett ilyen helyzetnek megfelelni, olyan embereknek, akik korábban lehet, hogy nem is találkoztak soha a betegellátás során. Az ünnepségen a COVID osztályon készült érzékletes fotókat is megtekinthettek a résztvevők. Az eseményen elhangzott a Kántémusz kórus a július 10-éig tartó online kórusfesztivál támogatói jegyeiből befolyt bevételét, a megyei kórházak COVID-védelmi intézkedéseire ajánlotta fel.